Új keresztet állítattak az egykori Reiser kápolna helyére. A Bátaszéken élő németségnek sokat jelent ez az egyházi terület. Két püspöki vizitáció során is említik az egykor itt állott Reiser kápolnát. Amit biztosan tudunk róla, hogy egy évben kétszer volt jelentősége az egyházi évben a Reiser kápolnának. A nagyszombaton itt virasztottak az asszonyok, illetve a zarándoklatok Máriacellbe innét indultak. Máriacell és Bátaszék között egyfajta testvérvárosi kapcsolat volt ez időtájt. Nagyon fontos volt ez. Az egyházi évben több alkalommal is említik ezt. Május 1-én például itt mondtak mindig misét Bátaszéken a társulat tagjaiért, illetve innét zarándokoltak ki Máriacellbe gyalog. Tudjuk, hogy a templomban volt egy búcsúztató miséjük, körmenettel kísérte őket idáig ki a plébános, és innét zászlóval, énekelve, imádkozva gyalog indultak útnak Máriacellbe. Olvassuk az útleírásba, hogy hol éjszakáztak, hol szálltak, hiszen 450 kilométerre van Bátaszéktől Máriacell, gondoljuk meg, hogy ezt gyalog tették meg, a visszaútat pedig többnyire vonaton. De például Mihéli Mihály emlékirataiban olvashatjuk a nagyon-nagyon pontos útleírást, hogy hol szálltak át, milyen vonattal, és meddig tudtak vele közlekedni, és hogy kerültek haza. Az egykori kereszt nagyon rossz állapotban volt, és régi vágya volt a német nemzetiségi önkormányzatnak, hogy felújítassák. Szerettük volna ezt a keresztet felújítani, vagy kicserélni, amire mód nyílik a pályázaton belül. Mert szerettük volna, hogyha ennek a Reiser kápolnának itt méltó emlékét őrizhetné a kereszt is, és ezért a német önkormányzat úgy döntött, hogy beadja a pályázatát, és nyertünk is most ez alkalommal rá. 2 200 000 forinttal támogatta Magyarország kormánya a kereszt állítást. Az elnök helyettes hozzátette, az előző emlékei annyira rossz állapotban volt, hogy nem lehetett volna helyrehozni. A bátaszéki németség elég vallásosnak mondható, ezért is tartjuk fontosnak, illetve hát azért is, mert hogy a németséghez köthető, és ezért tartotta fontosnak a német önkormányzat ezt ennek méltó emléket állítani. A munkálatokat tavasszal kezdték, de az ünnepélyes átadóra és szentelésre csak most került sor. A kápolnába és a később itt állott keresztnél mindig volt friss virág. Reményeink szerint ez így lesz a jövőben is. Nagyon szeretném, hogy itt majd a vázákba lehessen virág. Én abban bízom és azt remélem, hogy ezzel is sikerül valamit hagyjunk az utókor számára. Hogy lássák a hitünket, hogy lássák, hogy itt Bátaszéken a németeknek igen erős istenhitük van, és bízunk benne, hogy a fiatalok tovább viszik ezt. És ahogy az atya is mondta itt a kereszt megáldásakor, hogy ez a kereszt búcsúztassa a Bátaszékről távozókat, illetve ez fogadjon bennünket, amikor hazatérünk.